Csókolom, csókolom, a nevem Karolina, üdvözöllek a csatornámon. Köszönöm szépen, hogy rákattintottál a clickbait címemre, és hogy érdekel ennek a videónak a tartalma. Ezt az egész történetet egy anekdotával fogom kezdeni, hogy megtudjátok, mi ihlette a témát. Aki általában nézi a csatornámat, tudja, hogy bűnügyi eseteket mutatok be legtöbbször, viszont múlt nap épp egy családtagommal beszéltem, mikor az elmondta, hogy valaki megállította az utcán, és kérdőre vonta azzal kapcsolatban, amit az interneten csinálok. Csupán bűnügyi eseteket mutatok be az interneten, ami nem kellene kontroverzális legyen. De ebben a pillanatban ennek a személynek ez valamiért az volt, és kérdőre vonták ezt a családtagomat. Nem is tudtam hirtelen mit mondjak, annyira meg voltam lepődve. Felegyek háborodva, hogy miért zaklatják a családtagjaimat nyilvánvalóan. Az érdekes, hogy a második gondolatom a következő volt. Ha ezen annyira fel vannak háborodva az emberek, akkor mit csinálnának, ha valami olyasfajtát csinálnék, amit annó Anetka csinált? És ekkor megjött az ihlet. Ez a név rögtön negatív konnotációval jutott eszembe, viszont hamar rájöttem, hogy nem tudom miért. Hisz 23 éves vagyok, nem igazán emlékszem arra, hogy mit csinált pontosan Anetka. Persze tudom kicsoda, és megvannak ilyen dolgok, hogy csókolom-csókolom, meg forró drót, de nem tudtam pontosan, miért vannak ennyire negatív véleményeim, ha mondhatom, így nem is véleményem volt, csak negatívan gondolkodtam az egészről. Egyből felmentem az internetre, mivel meg akartam tudni mindent, amit róla lehetett. Családjáról, karrieréről, gyermekkoráról, mindenről. És mikor láttam, hogy mennyire érdekes ez az egész, tudtam, hogy be kell nektek mutassam. Rájöttem, hogy nem lehet ezt a témát egyszerűen bemutatni. Mi a lényege annak, hogy bemutassam Anetka történetét, ha nem nézek úgy ki, mint Anetka közben? Az, hogy úgy ki, mint Anetka, egyáltalán nem igaz. Anetka nagyon gyönyörű nő volt, és meg sem közelíthetem a szépségét. Viszont gondoltam, értitek, így fogok felöltözni. Egyrésztről azért, mivel nem lehet Anetka videót készíteni példája követése nélkül, másrésztről pedig azért, hogy ne halljak több panaszkodást az internetes jelenlétemről. Már így is láttatok. Lehetőleg nem találtok más dolgot, amiért panaszkodni lehetne. Saját hagyományomat is kell kövessem ebben a videóban, szóval mit iszunk ma? Dinnye ízesítésű üdítőital, juice-t kóstoljuk is meg. Olyan íze van, mint mikor dinnyét eszel, és a tányér alján megmarad alé. Aztán azt megpróbálod inni, mert azt hiszed, hogy édes lesz, meg fincsi. De nem az. Nem. Nem iszok még egy... Ups! Kell lesz mosni az ágynemet. Szóval... Fehér Anett, Anetta, Anetka. Érdekes mód napokig néztem utána ennek a dolognak, és nem kaptam egy nyilvánvaló választ, hogy mi lenne pontosan Fehér Anett. Mi lenne pontosan Anetka neve? Felteszem a képernyőre azt a gyakori kérdések kérdést, amely teljes mértékben kifejezi a frusztrációmat Anetka nevével kapcsolatban. Anetka 1973. július 3-án született Nógrád megyében, Salgótarján járt gimnáziumba, Egerbe járt főiskolába. Érdekesnek tartom, hogy Salgótarján nevéhez kötődik Magyarország két legnagyobb csillagának neve, úgy Anetkáinak, mint Győzikéjének. Érdekes hely lehet, van valami a levegőben ott. El kell mondjam, hogy Anetka gyermekkoráról és fiatalkoráról nem sok mindent tudunk, nem sok mindent alatt azt értem, hogy szinte egyáltalán semmit nem tudunk. Egy interjúból annyit tudtam meg, hogy tinédzser korában nem kedvelte a nógrádi akcentusát, és megpróbálta elveszteni. Ez nem azért lett volna, mivel az iskolában zaklatták volna akcentusa miatt, vagy ilyesmi, ez inkább egy ilyen saját megrögződöttség volt, és sokat dolgozott azon, hogy elveszítse ezt az akcentust. Sok mindenkit meglephette, Anetka orosz történelem szakos tanárként végzett, és egy évig tanított is, ez 95 és 96 között volt. Az egy év tanítás alatt, bár nagyon élvezte a diákjait, azt nem kedvelte, hogy milyen alacsony volt a fizetés, ezért, mikor meglátta, hogy a Szív TV kitett egy ilyen felhívást, hogy műsorvezetőt keresnek, jelentkezett erre, és meg is kapta az állást. A Szív TV-nél nem csak műsorvezetéssel, hanem reklámok szervezésével és forgatásával is foglalkozott. Egy nap aztán a Budapest TV-hez vitt néhány reklámot a produkciós irodáján keresztül, mikor az egyik igazgató megkérte, hogy műsorvezető legyen. A Budapest TV-nél Anetka először híreket mutatott be, viszont a csatorna vezetői hamar rájöttek, hogy hiányzik egy-két műsor a csatorna repertoárjából. Méghozzá sport, vagy pedig erotika. Anetka nem igazán értette a sporthoz, vagy nem kedvelte, és eldöntötte, hogy
erotikával fog foglalkozni, úgy gondolta, hogy senki nem igazán fogja ezeket nézni, szóval mindegy, megkeresi a kenyerét, és közben pedig jól szórakozik. A Budapest Televízió kábelcsatorna volt, ami a rendszerváltás után alakult. A bevételüket lelki tanácsadásból, jóslásból, távgyógyító műsorokból szervezték. A Budapest TV adásai forgatókönyv nélkül készültek, ami azt jelenti, hogy nagyon sok ilyen bakiparádé, humoros pillanat és akármilyen fajta őrültség is történt a televízióban, amit a nézők nagyon élveztek. Sajnos aztán 2009-ben lekapcsolták a Budapest TV-t, örökre megszűnt. A Netka első tévés műsora a Szerelmi Ügyelet volt, ha a forrásaim igazak, annyi különböző műsort vezetett különböző tévéknél, hogy nagyon nehéz volt ezt eldönteni egy olyan személyként, aki nem emlékszik az egészre, valamint egy olyan személyként, aki nem él Magyarországon. Nehéz volt egyes forrásokat megtalálni, mivel nem elérhetők Angliában, de megpróbáltam minél több információt találni, és ha igazam van, a Szerelmi Ügyelet volt az első sója, ha szerintetek valami más az igazság, írjátok meg a hozzászólásokban. A tévécsatorna hamar észrevette, hogy Anetka természete, a tévéshow és minden, ami ezzel kapcsolatos, nagy port kavart Magyarországon. És Anetka elmondása szerint ez nem igazán zavarta. Idézem, ha magyar polgár ilyen könnyen pukkad, akkor pukkasszuk. És hogy mi idegesítette a népet Anetkával kapcsolatban, ez változó, attól függ, kit kérdezel. Egyesek szerint a nő hangja nagyon idegesítő, ami szerintem nem egy jó érv semmire. Másrésztről pedig sokakat felzaklattott lelkileg az, hogy a lány alsó neműben, főleg bőrszerelésben jelent meg a tévében. Ez akkoriban hatalmas tabu volt. Most kérdezhetitek, hogy ha annyira akartam hasonlítani ebben a videóban Anetkára, akkor miért nem jelentem meg az ő tipikus bőrfelszerelésében. Annyit kell elmondjak, hogy nem nézek ki a fekete bőrben, a baba kék csillogó dolgokkal sokkal jobban áll, szóval itt vagyunk. Számomra teljes mértékben elítélendő az az utálat, amit Anetka amiatt a show miatt kapott. Nem csinált nagy dolgot azon kívül, hogy mesztelenkedett, ha mondhatjuk így, amivel nem látok problémát. Nyilvánvalóan felfogom, hogy ebben az időszakban ez teljesen tabu téma volt Magyarországon, és az emberek másképp gondolkodtak. Viszont amit nem tudok megbocsátani az az, hogy Magyarország még ebben az időben is azt hitte, hogy ez egy nagyon jó humorforrás, és hogy ez alatt mit értek, remélem sikerül majd beilleszteni egy videoklipet azzal kapcsolatban, hogy mit tartott a magyar nemzet humorosnak és szórakoztatónak ebben az időszakban. Hello. Ne pózoljam! Gáci Ronda vagy! Ki lebe rájlek? Kurva anyádat! Itt van még a vonalban. Takarodj azon! És mondja! Kúnya vagy nagyon! Az egész szórakozás lényege az volt, hogy a férfiak felhívták Anetkát, és órákon keresztül szitkozottak. Ezt nem tartom humorosnak. Ismétlem, felfogom, hogy sok mindenkit felzaklatott és tabunak tartották, hogy hogyan öltözik Anetka, vagy épp hogy pucérkodik. Viszont soha nem fogjuk megbocsájtani személy szerint azt, hogy a nőnek a verbális zaklatását az emberek humorosnak tartották, mivel van különbség a kettő között. Érdekes, hogy Anetka szülei legelőször nem tudták, hogy mit csinál a Budapest TV-nél, mivel nem fogták ezt a TV-csatornát, viszont mikor megtudták, nagyon felzaklatottak ezen. Ekkor mit csinált Anetka? Bevezette ezt a TV-csatornát a szülei házánál, és azt mondta nekik, hogy nézzétek meg pontosan, mit csinálok, és miért vannak az emberek ennyire felháborodva. A szülei látták, hogy Anetka egyáltalán nem csinál semmi nagy dolgot azon kívül, hogy bőrfelszerelésben van, vagy néha pucéron az adásban, ami nem egy ugyanem embert öl. Szóval ezután elfogadták az egészet, úgy, ahogy. Anetka elmondása szerint hálás azért, hogy szabad kezet kapott karrierje kreatív oldalán. A TV tudta, hogy Anetka sikeres lesz, akármibe is kezd bele, és hagyták, hogy sikeres legyen. Szabad elvű gondolkodása tette lehetővé karrierét, és sokat segítette akkori férje is. Ebben az időszakban sok új tévéműsort és sok új projektet kezdett a Botrány hősnő, viszont egy biztos volt, ha Anetka valamit csinált, az a magyar nemzetet és a magyar médiát érdekelte. Anetka a 2000-es években tölt be a magyar médiába, és egy interjúból megtudjuk, hogy hogyan emlékszik vissza erre az időszakra, hogy nagyon hálás azoknak, akik segítettek neki. Úgy gondolja, hogy az akkori celebkultúra megkönnyítette azt, hogy híres legyen, hisz azt csinálhatott, amit akart, és szerencséje volt, hogy minden, amiben belefogott, valamilyen szinten sikeres lett, attól függ, kit kérdezel. Ugyanebben az interjúban elmondja azt, hogy nagyon sok magabiztosságot adott neki az, hogy sohasem próbálta a Budapest TV irányítani, ami
által szerinte nem igaz a mai celebekre, a mai celebek botrányai szerinte. Mindegyik irányított, a celebek egész élete irányított, viszont ez nem volt igaz az ő esetében, és ez nagyon sokat segített rajta a kreativitásán és a sikerén. Anetka szerint, ha bármikor is híres szeretnél lenni, ha beszeretnél futni, akkor önmagad kell legyél, valamint egy egyéniség. Ő tudta a saját magáról nagyon korán, hogy egy egyéniség, és kihasználta ezt. Anetka ki akar próbálni mindent, amit kigondolt, legyen ez botrány, siker vagy egy őrült ötlet. Ha ő kívül ruhában szeretett volna bemondó lenni, akkor azt fogja csinálni. Sikere nem csak abból állt, hogy polgárpukkasztó műsorvezető volt, és néha pucérkodott élőadásban. Anetkáról sajtot, foci csapatot, valamint operát is elneveztek, de oda is eljutunk. Kezdjük 2002-nél. A Balassagyarmati Városi Sportegyesület Balassagyarmat egyik labdarúgó csapata. Az 1902-ben alapított csapat színe kék-fehér, a Magyar Labdarúgó Bajnokság harmadosztály keleti csoportjában jár. 2002 végén az a hír kezdte eljárni a magyar médiát, hogy Anetka valamilyen fajta szerződést fog kötni egy magyar foci csapattal, és senki nem tudta, miről lehet szó? Majd 2003. februárjában megtudjuk, hogy a Balassagyarmati foci csapat felvette a Balassagyarmati Sportegyesület Goldex Anetka nevet. Ez a névcsere egy reklámszerződés keretén belül történt volna. A Nógrád megyei hírlap 2003-as számában arról beszélnek, hogy Anetka egy megegyezett összeget utal majd át a KFT-nek támogatásként, és ez addig történt volna, amíg a csapat egy profiligában szerepelt. Ha zajthaltok a háttérben, ez azért van, mivel zuhog az eső Angliában, és olyan hangos, hogy magamat is alig hallom. Ezzel a szerződéssel kapcsolatban aztán lett egy kisebb-nagyobb botrány, mivel még ugyanabban az évben 2003 júliusában a foci csapat egyik vezető elnöke azt állította, hogy bár Anetkáék és akárki képviselte őt egy ideig, átutalták ezt a pénzösszeget, ez nagyon hamar megszűnt, és nem tudták pontosan miért volt. Megkérdezem, hogy a szerződésben nem volt semmilyen fajta határidő vagy pontos időkeret, melyben Anetkának támogatnia kellett volna ezt a csapatot, és ezért gondolom, hogy nem lett később jogi következménye ennek az egész megszakításnak, a támogatás megszakításának pontosabban. 2002-ben Anetka aztán egy Gát című napilapot szeretett volna elindítani, nem igazán tudom, mi lett ebből, szerintem semmivel az interneten nincs erről információ. Ugyancsak 2002-ben egy somogyi hírlap mesélt arról, hogy egy sajtgyártó cég átnevezte az Anet sajtjukat Anetkának, mivel ebben az időszakban az üzletekben mindenki csak Anetkaként emlegette ezt a sajtot. Az érdekes, hogy Anetka nevét és képét is felhasználták ennek a sajtnak a logójában, anélkül, hogy megkérdezték volna Anetkát erről. Furcsa dolog, manapság ez már egyáltalán nem történhetne meg. Amúgy felteszek egy képet a sajtról, remélem. Ez az egyetlen dolog, amit az interneten találtam nagyon sok kutatás után a sajttal kapcsolatban. Remélem nem egy photoshopolt kép, és valójában így nézett ki a sajt. 2002 közepén a Dél-Magyarország nevezeti újság bemutatta a Császár család történetét, ez egy nehéz helyzetben lévő 5 gyermekes családról volt szó, akik házába be kellett vezetni az áramot, vagy pedig egész télen világítás nélkül maradtak volna. A cikk után állítólag Anetka és Friderikus Sándor felajánlott egy nagyobb összeget a családnak, pontosabban az áramcégnek, hogy fedezzék az árambevezetési költségeket. Ugye ez az egész cikk 2002 közepén lett publikálva, majd november 11-ére ugyanaz az újság arról beszélt, hogy Anetka és Friderikus még nem fizetett semmit a családnak, és úgy tűnik, hogy nem lesz bevezetve az áram, mivel az áram adó biztosító cégnek volt egy határideje, ameddig össze kellett gyűjteni ezeket az adományokat, és ha eljött ez a határidő, akkor nem fogják bevezetni. Ekkor az újság még arról beszélt, hogy sem Anetka, sem Friderikus nem fizette ki a megadott összeget, amit ígértek. Viszont december 9-ére az újság a Felgyúló Bordányi Remény című cikkben arról beszél, hogy az áramot sikeresen bevezették a család házába, azt hiszem a település környékén is amúgy. És ebben a cikkben már Anetka és Friderikus rendkívüli adományáról is beszéltek. Nem is Anetkáról lenne szó, hanem beszélnénk az űrutazásáról, mert igen, Anetka járt az űrben. Anetka elmondása szerint gyermekkora óta érdekelte minden, ami az űrrel kapcsolatos, és ahogy már ismerjük őt, ha valamit eltervez, azt meg is valósítja. Egy adott pillanatban elment Kecskemétre megnézni, hogy alkalmas-e az űrutazásra, az ottani kivizsgálóintézetbe több ilyen tesztnek vetették alá, és megnézték, hogy fizikailag készen áll-e arra, hogy az űrbe menjen, és mindenki meglepetésére
úgy tűnt, hogy alkalmas az űrutazásra, ami amúgy nagyon ritka. A populáció egy nagyon kicsi száma lenne alkalmas, úgy fizikailag, mint mentálisan, mint mindenfajta módon, hogy a testek kibírja az űrutazást. Viszont Anetka az egyik ilyen ember volt. Ez nagy hír volt az országban, hisz ha sikerül Anetkának felmenni az űrben, akkor ő lesz az első magyar női asztronauta. Mint mindent, ami Anetkával kapcsolatos, a magyar média először viccként kezelte az egészet, majd pedig úgy gondolták, hogy ez valamiért egy botrány volt. Az Új Dunántúli Napló 2003-as kiadása szerint egy civil űrutazás ára akár 20 millió forintot is elérhet, és mindenki tudni akart, hogy honnan lenne Anetkának elég pénze ahhoz, hogy az űrbe menjen. Nyilvánvalóan Anetka elmondta, hogy szponzorok által. A legfontosabb nem a pénzzel kapcsolatos dolgok, az a legfontosabb, hogy lássák, hogy ő képes az űrbe menni fizikailag, és ugye mindenfajta módon, és ha lehetséges, a pénz nem egy határ. A pénzt megkapja szponzoroktól. Amúgy megjegyezném, Magyarország első férfi űrhajósa, Farkas Bertalan, teljes mértékben támogatta Anetkát ezzel kapcsolatban. Nagyon sok újságcikket találtam, amiben azt fejezte ki, hogy örülne, ha Anetka lenne az első magyar űrhajós, hisz nem arról van szó, hogy Anetka vagy sem, hanem egy magyar sikerről lenne szó, amit teljes mértékben egyetértek. 3 évig készült az űrutazásra a nő, ez 2003 és 2006 között történt, és nagyon kemény tréningnek vetették alá. A sok kemény munkának lett eredménye. A felszállás 2006. december 14 vagy 15, attól függ, melyik országban voltál, 15-én történt, a Nyizsnyi Novgorod, felteszem a képernyőre, melletti katonai repülőtérről. A pilóta Szergej Ivanovics volt, és a repülőöltözéket Anetka később megtarthatta. Amúgy egy MiG-31 vadászrepülőgéppel ment Anetka az űrbe. Nem volt pontosan egy űrutazás, mivel csak egy bizonyos magasságot ért el, nem pedig a teljes űrutazáshoz szükséges magasságot, de mindenképp egy hatalmas teljesítmény volt, és Anetka erre büszke, attól függetlenül, hogy úgy tűnik, hogy a magyar nép és média sohasem fogja ezt a teljesítményt elismerni. Miközben erről az űrbeszélgetésekről volt szó, arról is szó volt, hogy Anetka segítségével a Tatu nevezetű orosz banda eljönne Magyarországra. Ez egy adománykoncert keretén belül történt volna, amit egy gyermekkórháznak ajánlottak volna fel. Először úgy gondolták, hogy Budapesten lett volna az egész, aztán Siófokon is gondolkoztak, viszont nem sikerült végül a lánybandát elhozni Magyarországra, mivel 2009 körül feloszlottak. Amúgy a Tatu az a lánybanda, aki Oroszországban nagy kavart azzal kapcsolatban, hogy egy leszbikus párkapcsolatról beszéltek az egyik zenei videoklipjükben, és maga a zenéjük is egy részről arról szólt. Egyesek szerint Anetka azt azért tett, hogy még nagyobb botrány keltsen, viszont nagyon sokan imádták ezt a bandát, szóval ha egyesek fel is voltak háborodva, szerintem azok, akik imádták a bandát, egyáltalán nem bánták ezt az egész felháborodást. A következő téma, amiről beszélni fogok, az volt, ami legjobban meglepett Anetkával kapcsolatban, viszont erről találtam a legkevesebb információt is, hogy miről van szó Anetka politikai karrierjéről. 2004 környékén Anetka bejelentette, hogy indulna az Európai Parlament képviselő választásán. Egy Pellaki László nevezetű hapsi azt szerette volna, ha Anetka lenne az Uniópárt kommunikációs tanácsadója és listavezetője, viszont végül nem kaptak elég szavazatot, szóval Anetka nem jutott be. Ezután a lány kifejezte azt, hogy szeretne egy Anetka pártot alapítani. Nagyon kevés információt találtam erről. Ha jól tudom, valamikor 2004, 2005, 2006, nem tudom, környéken megalakult egy 10 tagból álló Anetka párt. Ezzel mi lett, nem tudom. Lehet, hogy ezeket az újságcikkeket csak nem tették fel az internetre, és nyilvánvalóan nincs hozzáférésem magyar fizikai újságcikkekhez, szóval légy szíves, ha tudtok bármi más információt Anetka politikai karrierjével kapcsolatban, írjátok meg a hozzászólásokban, és írjátok oda forrásokat is, mint mindig. Anetkának 2004-ben lett egy Tök király nevezetű műsora, melynek a lényege az volt, hogy Anetka egyik barátnőjét, egy Kőszegi Napsugár nevezetű lány szüzességét élőadásban elveszítse, és ebből egy tévéshowt hoztak létre. Szóval az egésznek a lényege az volt, hogy bemutattak férfiakat, akik elbeszélgettek Napsugárral, és végül Napsugár döntött, hogy melyik férfi lesz az, aki elveszi a szüzességét. A legnagyobb botrány ezzel kapcsolatban az volt, hogy aztán élőadásban el is vesztette a lány a szüzességét, ha ez igaz volt ez az egész, és nem csak ugye egy
tévés produkcióról van szó. De igen, ez számomra is kérdéses. Elég lett volna, ha azt látjuk, hogy kit választ Napsugár. Nem kellett volna élőadásban csinálni az egészet. Anetka 2004-es szexbotránya után 2005-öt is egy botránnyal kezdte, ha mondhatjuk így botrány. Ekkor az a hír járta, hogy a független Palau vezetői felajánlották, hogy elneveznének egy szigetet Anetka után. Ennek a szigetnek a hivatalos neve Anetka Island lett volna, és olyan 70 négyzetméteres területről lett volna szó. Hogy ez megtörtént-e? Nem tudom. Amúgy a Palau a Karolina-szigetek legnyugatibb szigetcsoportján helyezkednek el, és az államot 241 sziget alkotja, amelyből csupán 12 lakott. Szóval, ha tudjuk, hogy 241 sziget van, lehet, hogy az egyiket Anetka Islandnek nevezték el. Nem találtam róla semmi információt, a Google Maps-en nem létezik, semmilyen fajta atlaszban nem találtam erről információt. 2007-ben aztán bemutatták Salgó Tarján az Anetka operát. Nyilvánvaló, hogy az opera címét a botrány hősnő ihlette. Az opera nem csak Anetka nevét viseli, hanem a történet is egy olyan orosz történelem tanárnőről szól, aki megakadályozza egy ilyen válságba jutott zeneszerzőnek az öngyilkosságát, és mivel a férfi hálás ennek a történelem tanárnőnek, egy operát ír róla, ami végig befolyásolja a magyar nemzetet és a magyar történetet az opera szerint. A következőkben beszélek nektek Anetka karrierjének végéről, és nagyon röviden a nő házasságáról, a kettő nagyon szoros kapcsolatban van egymással, viszont nem sokat fogok beszélni a házasságról, mivel a lány elmondta különböző interjúkban, hogy nem szeret erről igazán beszélni. Az RTL Klub állítása szerint Anetka 1996 körül ismerkedett meg a 16 évvel idősebb Forgács Rezsővel, ő akkor házas volt. 2001 körül aztán, miután Rezső elvált, Anetka és ő összejöttek. Sok hír járt a médiában, hogy megcsalásról lett volna szó, de ezt nagyon erősen kétlem, szinte azt is mondanám, hogy nem erről van szó. Mivel Rezső későbbi halála után az ex-feleség arról beszél, hogy végig nagyon jó kapcsolatban volt Anetkával a házasság során, szerintem nem mondta volna ezt, ha valóban megcsalásról lett volna szó. Anetka 2006 körül ment férjhez Rezsőhöz, és ebben az időszakban sok olyan hír járta a médiát, hogy a férfi mafiózó lett volna, hogy a magyar alvilág tagja lett volna, hogy milliárdos lett volna, de ezt mindketten tagadták végig. Sajnos házasságuk nem tartott sokáig, 2008-ban Rezső tüdőrákban elhunyt. Férje halála után Anetka úgy döntött, hogy megszakítja karrierjét. A karrierje végül is férjével együtt egy közös projektjük volt, nagyon élveztek rajta dolgozni, szerettek együtt új ötleteket kitalálni, és tényleg mindenben kettőjük volt a világ ellen, szóval számomra elég érthető, hogy miért hagyta abba ezután karrierjét. Persze a karrier megszakítása egy folyamat volt, szóval a továbbiakban még van egy-két információm Anetka karrierjéről, miután ez véglegesen megszakadt volna. 2009 elején Gáspár Győző és Bea 5. esküvőjén volt tanú Anetka, majd 2009-ben szerepelt Magyarország első bulvárfilmjében, a Holnap történtben. Ez a film egy olyan 1 óra 34 perces krimi volt, melyben Zalatnai Sarolta és Kisel Tünde is szerepelt, és a képernyőn láthattátok a film posztereit. Amúgy a bulvárfilmben Rezső Anetka férje is szerepel, viszont ő sajnos elhunyt, mielőtt láthatta volna a szereplésének végeredményét. Itt persze fogok az alkalmon, és őszinte részvételt kívánok Forgács Rezső minden szerettének. 2009-ben sok olyan hír járta a bulvársajtót, melyben Anetka és Havas Herik balhéjáról beszéltek. Egyszer a Mokkában rossz néven szólította Havas Heri Anetkát, és ebből egy balhé lett valamilyen szinten. Ebben az időszakban, ha mondhatom így, Anetka tudatosan elkezdte karrierje végét, és visszatért a reklámokhoz, valamint elkezdett angolul tanulni és asztrológiával foglalkozni, lett egy Theodor nevű kutyája, és hobbiszerűen búvárkodni kezdett. Anetka ebben az időszakban, ha mondhatom így, nyugdíjba akart vonulni, vagyis véget akart vetni ennek a televíziós karrierjének. Ezt viszont nagyon megnehezítette a következő pár évben történő örökségi botrány. Ez a botrány 2008 és olyan 2012-2013 között szerepelt a médiában. 2008-ban Forgács Rezső halála után úgy a TV2, mint az RTL Klub bejelentette, hogy Rezső ex-felesége
számon kérte a médiában Anetkát, mivel az ex-feleség állítása szerint Anetka nem mutatta be Rezső végrendeletét a családnak. Ez egy kisebb botrányként kezdődött azzal kapcsolatban, hogy akarják látni ezt az okiratot, viszont 2002-re ez odáig fajult, hogy több perről is volt szó ezzel az örökséggel kapcsolatban. 2012-re kiderült, hogy legalábbis a média szerint Rezső örökségének nagy részét Anetka örökölte, nem pedig az ex-feleség, valamint Rezső ex-feleségétől származó lánya Eperke. Eperke szerint édesapja egy új végrendeletet hozott létre, és ez élete utolsó napjaiban történt. Szerinte ez nem volt jogerős, vagy lehetséges, mivel apja nem volt olyan állapotban, hogy tudatos legyen, vagy pedig, hogy ugye saját akaratánál fogva aláírja ezt a végrendeletet. Amúgy ennek az egész végrendelet drámának egy olyan lakás volt az alapja, ami Rezső tulajdonában volt, és olyan 19 millió forint értékű lehetett, ha igaz az, amit a médiában olvashatunk erről. Amúgy két különböző per indult az esettel kapcsolatban. Az első egy polgári per volt, amit Anetka ellen indítottak, az Eperke és családja, viszont ezt elvesztették. Majd a család okirat hamisítás miatt büntető pert is elindított, amit az RTL Klub szerint ugyancsak elvesztettek, mivel nem volt elég bizonyíték. Amúgy Csala Zsuzsát és Terry Blackett is belevonták ebbe a botrányba. Terry Blackett azért, mivel ő volt a tanú, miközben Rezső aláírta ezt az új végrendeletet. Csala Zsuzsa pedig azért került a képbe, mivel egy nagy összeggel segítette ki annak idején Anetkát és férjét, mikor kiderült, hogy az tüdőrákban szenved, és ha jól értettem, a család, Eperke családja valamilyen, úgy gondolta, hogy valami közük van ehhez a pénzhez, vagy értitek, nem értettem én sem pontosan, hogy mi volt ez az egész Csala Zsuzsás ügy, de igen. Ez volt minden, amiről részletes információt találtam. Amúgy nagyon sok műsort vezetett, és nagyon sok különböző műsorban jelent meg Anetka, mint szereplő. Felsorolok néhányat e közül. Anetka által vezetett sok voltak az Anetka Show, Szerelmi Ügyelet, Szemforgató, Altató, Exotika, Gáz, Dújnakanyar, Forró Drót, Gagyi, Elképesztő Ébresztő, Tip Top, Töltse az estét Anetkával, Félmeztelen Tréning. Olyan sok, amelyekben Anetka szerepelt, volt a Rettegés Foka, Való Világ. Szerepelt különböző színdarabokban is, például a www.családazinterneten.hu nevezetű Halsányi Gábor által rendezett darabban, amely egy ilyen paródia volt a reality show-kkal kapcsolatban. Anetka karrierje véget ért. A nő állítása szerint nagyon boldog ezzel kapcsolatban. Nem hiányzik neki a reflektorfény, imádja az új életét. Azzal foglalkozik, amit szeret. Egyáltalán nem szégyeli azt, amit csinált, nem tartja botrányosnak a botrányait, és nagyon büszke mindarra, amit elért. Bár Anetka karrierje hivatalosan véget ért, egy olyan pecsétet hagyott a magyar nemzeten, amit ez a generáció, és szerintem jó néhány, nem fog soha elfelejteni. Anetka személyisége és karrierje egy olyan lavinát indított el, amit ma celebkultúrának nevezünk, és ha őszinte leszek veletek, nem sok mindent változott azóta, amióta nyíltan szitták Anetkát a tévében, és ezt mindenki valamiért elfogadta. Magyarországon manapság sem viselkednek jól a hírességekkel, minden egyes dolog, amit a hírességek tesznek, valamiért botrány lesz, minden egyes dolog érdekli az embereket, érdekli a médiát, és szerintem ez nem fog megváltozni. A celebkultúra, a média olyan Magyarországon, mint Angliában is, minél nagyobb a botrány, annál jobban érdekel mindenki. Ha belegondolunk, a celebeket gyakran jobban utálják az emberek, mint az elítélt bűnözőket, és jobban érdekli őket a celebek mindennapjai, mint például egy olyan bűnügyi eset, ami valóban sokak életét tönkretette. Ez csak saját véleménye, egy olyan ember véleménye, aki már szinte egy éve bűnügyi eseteket mutat be az interneten. De igen, lehet nem kell rám hallgatni, lehet igen. A lényeg az, hogy élvezétek ezt a videót, és gyertek vissza a következőre is. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk később, addig is vigyázzatok magatokra. Csókolom, csókolom!